Gyuri szerzett. Szeretettel köszöntünk mindenkit az ezen a nap szervezők nevében, László Viktor vagyok. Egy nagy sereg rendezte ezt a munkát, ezt a rendezvényt, és szeretném elsőként megköszönni nektek, mindnyájan, akik itt vagytok, és még akik jöttök a stadion fele, és halljátok ezt, hogy ez a nap a ti szervezésetek által és a mi közös munkánk által valósulhatott meg. Amiben biztos vagyok, hogy az evangélium üzenete, az evangéliumi szeretet itt meg fog ma valósulni. Köztetek és köztünk, mindnyájatok között. Szeretném a királyok királyát, az uraknak urát, Jézus Krisztust köszönteni ezen a helyen, aki a Szent Lelke által itt van. Itt van velünk, és ki fog áradni az ő jelenlétével, az ő szeretetével. Ez az a nap, mit az Úr szerzett. Hú, 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 ez az a nap, mit az Úr szerzett. Örvenjünk, vigadjunk e napon, örvenjünk, vigadjunk e napon. Ez az a nap, mit az Úr Köszönjük neked, csodálatos mennyei atyánk, ezt a napot te szerezted. Köszönjük azokat, akik dolgoztak, akik munkálkodtak, akik hitték, akik imádkoztak, akik gyakoroltak, akik fölkészültek, és akik eljöttünk most mindnyájan, hogy előtted egyek legyünk a másikkal, hogy befogadjuk a testvért. Uram, add, hogy amikor kinyújtjuk a kezünket, és kezet fogunk egy másikkal, akkor a szívét érinthessük meg. Jöjj, drága Szentlélek, Úristen, lakozzál a te néped között, árasz szét a te dicsőségedet, és engedd meg, hogy aki ma eljött, vagy eljön ezután, az betöltekezzék azzal a dicsőséggel, ami a tiéd és ami a mennyből alászáll most közénk. Miért jöttünk ma el ide? Lehet, hogy sokféle elképzelésünk van ezzel a nappal kapcsolatosan. Vannak akik a baráti társaság miatt jöttek, a találkozás élménye miatt, talán a zene szeretete miatt, a jó közösség miatt, a jó emlékek miatt. De én szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ha az Úr szerezte ezt a napot, akkor vele lehet és van lehetőségünk a találkozásra. És ez a mi igazi örömünknek az oka. Ezért fogunk újongani egész délután, mert Isten megszánt bennünket, letekintett ránk, sőt, utánunk jött Jézus Krisztusban. Lehet találkozni ma is az Istennel, és ez a mi örömteljes találkozásunknak az oka. How great thou art.
Ökumenikus kórus koncertjéről, fellépéséről már hallottunk, de ez mégiscsak rendhagyó volt. Igen, hát hála Istennek egy szóra jöttek a zenészek, és nagyon nagy munkát vállaltak az evangélikus kórus tagjai, akik rendszeresen próbáltak, az ökumenikus kórus Vácról, baptista énekesek, és természetesen a hangszerek is elfogadták a megszólítást, de nagyon örülök neki, hogy Timothy Bench, neves operaénekes, hívő operaénekesünk is elvállalt ezt a szolgálatot, és emelte ennek a fényét. Nem is félt attól, hogy esetleg az új hangzás és a modern hangszerek esetleg majd visszatetszést keltenek a hallgatóság egy részében? Én nem féltem, hisz ez a rendezvény arról szól, hogy itt sokféle stílus fölvonul, és mindenkinek, ami tetszik, amire kinyitja a lelkét, szívét, akkor azt el tudja fogadni. Tehát ez arról szólt, hogy igenis érdemes egy értékes jó dallamot, akármilyen formába öltünk, az mindig értékes marad, és erre volt példa ez az alkalom. Együtt haladunk, együtt megyünk, egyfelé előre. Ha van egy álmom, ez egy keresztény állam, de nem egy ház, hanem egy igazi a vágyam. Ezek után jöhet majd az egész földgolyó, ébren is lesz ebből szívekig elhatható. Szándékunk tiszta, félre nem érthető, a lélek győz meg mindenkit. Nem az erő, nem a hatalom és nem is a fegyver. A szeretet a kardunk, nekünk csak ez kell. Hiszük, hogy ez jó cél, a hatást már most látjuk mindannyiunk vágyát. Imába foglaljuk, hogy nyíljon ki a szemünk, igen, értsük meg végre. Nem babra megy a játék, hanem üdvösségre. A helyzet is ijesztő, szétnézek, mit látok. Tönkretett életek, széthullott családok. Drog, porlé, tia, páncél, az autó, mi csak naívan ülünk. A lő poros hordva, elég lett végre a bűnből, a rosszból. Ne álljunk el tehetetlenül az útból. Küzdjünk az életért, ne adjuk fel könnyen. Ne hagyjuk, hogy világunk tönkre menjen. Jézus azt ígért a harcban, velünk lesz mindig. Ő vezetni fog minket az utolsó percig. És igazat mond, ebben hol biztos vagyok. Így lesz, mert tévedni nem isteni dolog. Összefogással tönkre megyünk. Együtt még a kolosszal is felül kerekedünk. Összefogással háborút nyerhetünk. Együtt, együtt, gyerünk, gyerünk. Összefogással tönkre megyünk. Együtt még a kolosszal is felül kerekedünk. Összefogással háborút nyerhetünk. Együtt, együtt, gyerünk, gyerünk. Összefogással tönkre megyünk. Együtt még a kolosszal is felül kerekedünk. Igen, igen. Összefogással háborút nyerhetünk. Szerintetek a hit segít abban, hogy megőrizzük magunkat a drog kísértésétől? Én túl sokszor nem próbáltam ilyen dolgokat, de a drognál biztosan jobb a Szentlélek. Hogyha ő betölt, akkor az minden mástól távol tartja az embert, és az több, mint bármi, és nem szomjazik meg az ember másra. Hát nem tudom, én is megpróbáltam ennek az életnek a másik oldalát is, és tapasztaltam azt is, az egy idegesebb, nyugtalanabb, problémával teltebb élet volt. Itt az Úr segítségével rengeteg dolog megoldódik, ami máskor nem. Mondanál erre példát, hát te is kipróbáltad a drogokat esetleg? Hát volt olyan drog, amit kipróbáltam, igen, és hát olyan nagyon nagy mélységig ugye belemerültünk némely dolgokba, inkább az alkohol volt fontosabb, mint a drog, de volt közte drog is, és szerintem nem nyújtott annyi élményt, mint az Úrral való kapcsolat. Ez egy boldogság, a drog viszont nem. Választ az életed, jégban választás, van egy másik út, még haza. Hogy mennyit hoz ez a bolt?
is milliókat zsebelt, és tömi valahol a hasát. Közben egy anyuka otthon sír, mert elveszítette fiát. Ugye mi nem hisszük, hogy ennyi az élet, és nem hisszük el, hogy így ér véget. Kell, hogy legyen másik választás. Kerestem az utamat, kerestem önmagam, aztán eltévedtem. 13 évig voltam a kábítószer rabja. Kipróbáltam mindent. Heroin, ópium. Uralkodni akartam rajta, de végül ő uralkodott felettem. Minden gondolatom, minden pillanatom a drog körül forgott, ami be nem zárta. Volt 16 hónapom gondolkodni. Én az életet választottam. Megszabadultam. Az is a cím, hogy válaszd az életet, drog nélkül jobb. Igen. Szerinted, aki nem hívő, el fog jönni erre a koncertre? Hát remélem, hogy jönnek. Sokan vannak a világban, szerintem sok az üresség, az üres az életük, és keresnek valamit. És van, aki próbálja a drogot, hát ha jönnek, és keresik egy alternatív itt ezen az alkalomon. És mit kaphatnak itt, ha eljönnek ide? Hát reméljük az életet először, amikor együtt vannak. Remélem, hogy amikor látják a hívők, hogy nem olyanok, mint elképzelik, hogy csak egy padon ülnek egy templomba, hanem fiatalok is vannak, és gyerekek is vannak, és sok olyan mosolygós arcos, akkor lehet, hogy kedvet is kapnak, és elhívást is, hogy jöjjenek Krisztushoz. Történelmi tény, hogy Jézus itt a földön. Sokan csak eddig jutnak el, a lényeg csak keveseket érdekel. Pedig ő nem csak itt járt, de meghalt értünk, és feltámadt, hogy örökké éljünk. Jézus a király, övé a hatalom, szárnyakat adott, és repülünk szabadon. Meghalt azért, hogy éljek. Keresem. Valami nincs rendben, és ez az egésznek az oka, ez a bűn. És ha mi keresztények nem mutatjuk meg, hogy hogy van kiút, vagy hogyan lehetne előrelépni tisztán, akkor nem tudom, hogy ki fogja ezt megmutatni az embereknek.
is mozgasd, szóljon minden az ő dicséretéről, az ő személyéről, az ő nagyságáról, az Úr Jézus Krisztus. Csak ennyire hangosan tudtam szólni ez a stadion. Ma is életről és halálról van szó, nem kevesebbről. És Isten maga szól hozzánk, aki azt mondja, hogy válaszd az életet. És a napnak a témája, a címe évek óta tulajdonképpen ezeknek az alkalmaknak, hogy ez az a nap, amit az Úr rendel. De sokan vagytok itt Biblia ismerő, Biblia olvasó emberek, akik tudjátok, hogy a 118. Zsoltár a halál és az életnek a Zsoltára. Amiben azt mondja az ember, az imádkozó ember, hogy nem halok meg, hanem élek. Nem halok meg, nem az ördögnek van igaza, nem a bűnnek van igaza, nem az Isten ellenes erőknek van igaza. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. És Magyarországnak, vagyis a magyarországi embereknek hitre kell jutnia, meg kell térnie. Magyarországnak Istenre van szüksége elsősorban, és nem a NATO-ra, és nem a bankokra, és nem egyéb szervezetekre. Ezek földi dolgok, ott kell vennünk, részt kell vennünk a dolgokban. De a magyarországi kormánynak, a parlamentnek, a politikusoknak, a felelősséget vállalóknak meg kell térnie, hitre kell jutnia egy élő személyhez, az élő Istenhez. Mert Isten az uraknak az ura, a királyoknak a királya, az elnököknek az elnöke, a titkároknak a titkára. Urunk, ezen a helyen egy szívvel és egy lélekkel kiáltunk hozzád. Könyörülj a mi nemzetünkön. Bocsásd meg a mi bűneinket és vétkeinket. Jövünk eléd bűnbánattal, megalázva magunkat, meghajolva előtted, elismerve a te hatalmadat és elfogadva a te kegyelmedet. Jövünk és imádkozunk a mi nemzetünkért. Imádkozunk azokért, akik nem ismernek téged. Hogy megismerjenek rajtunk keresztül. Halleluja, halleluja, áldoz, aki hozzád jön, most hozzád jön. Urunk, könyörgünk az iskolákért, könyörgünk a pedagógusokért, adj nevelőket, akik szívvel tanítanak. Áld meg egyházainkat, gyülekezeteinket, felekezeteket, hogy valóban egy szívvel és lélekkel téged képviseljünk. Az életünk hiteles legyen és vonzó, hogy akik minket látnak, téged ismerjenek föl, és akik minket hallgatnak, téged halljanak meg, hogy életük legyen. Alleluja. Könyörgünk a váltságban levő házasságokért, könyörgünk a szenvedélybetegekért, könyörgünk azokért a magyar szülőkért, akik talán már elveszítették vagy elfelejtették szülői hivatásuk fontosságát. Kérünk, hogy te a lelked által, hogy Izrael kiszáradt csontjaiba életet leheltél, úgy lehelj életet,
ebbe a lelkileg halott magyar népbe. Köszönjük, hogy te vagy a királyunk, te vagy a megváltónk, te vagy a szabadítónk, te vagy az ellátónk, te vagy az, aki betöltesz minden jóval. Szomjasok vagyunk rád, és szeretünk téged, Úr Jézus, és köszönjük, hogy elárasztod ezt az egész nemzetet élő vízeknek folyamaival. Töltsd el ezt a nemzetet élő vízzel, hogy mindenki, aki szeret téged, és aki keres téged, az megelőgüljön. Dicsőítelek és magasztalak ezért a napért, Úr Jézus Krisztus. Áldott legyen a te szent neved. Amen. Istenünk, küld a szellemi éhezést a magyar népre. Jézus Krisztus, én hiszem, hogy engem kiválasztottál a magyar nép ébredésére. Jézus Krisztus, én hiszem, hogy engem kiválasztottál a magyar nép ébredésére. Felajánlom az életem, hogy téged szolgálok a magyar nép ébredésére. Felajánlom az életem, hogy téged szolgálok a magyar nép ébredésére. Amen! Jó előnek eszembe jön, itt az idő, bosszú állás a napján. Itt az idő, fogadd el hát kegyelmét. Lett hamar a gyászolás. Mikor szól hozzád az Úr, ez az a perc. Mikor szíved megnyithatod, ne várj tovább. Új bőséges irgalmat, ez az üdvösség napja. Sok ember vágyik, imádkozik az ébredésért, de ha megkérdezem az, hogy hiszed-e, hogy te rajtad múlik, hogy az Isten téged kiválasztott, tehát ki vagyok én, és elkezdenek szerénykedni. De lényegében arról van szó, hogy az a hit, amit tanít az ige, hogy igenis ránk van bízva, sorsunk, a népünk sorsa és más népek sorsa, Isten a kezünkbe tett, és azt mondta, hogy itt van, neked adom. Ez a hit hiányzik. Sok keresztényből hiányzik, sok vallásos ember van ebben az országban, sok vágyakozó keresztény van, de kevés hívő. Jó kedvének eszembe jön, itt az idő, bosszú állás a napján. Fogadd el most kegyelmét, itt az idő, vesd le hamar a gyászruhád. Ez az a nap, mikor szól hozzád az Úr, meg az a fel, mikor szíved meg az embernek döntenie kell, egyszer választania kell az életet vagy a halált, és azután folyamatosan harcolnia ezért az életért. Élete minden napján meg kell térnie, és továbbadnia az örömhírt, azt, amit megtapasztalt. Gyerünk, mert a kedere árad, és árad, és árad, a kedere árad, mint az eső, a kedere árad, és árad, mint a hó. Mert a kedere árad, és árad, és árad, a kedere árad, mint az eső, a kedere árad, és árad, mint a hó. Jézus, hát Jézus, te
szél. Jézus, vele táncolok örökké. Igen, Jézus, de benned bízom. Jézus, hirdalmat kísér. Egy plakáton láttam meg ezt az alkalmat, és utána az interneten is utána néztem. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokhoz eljusson az evangélium üzenete, eljusson hozzájuk az örömhír, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó eszköz arra, a keresztény könnyűzene, és szeretném azt, hogyha a mi egyházunkban is komolyabb szerepe lenne a keresztény könnyűzenének ott Felvidéken is. Gyerünk el, Jézus, te benne. Irgalmat kísér, Jézus, vele táncolok örökké. Ti esztek, Jézus! Ho! Ha fölállunk a magyar fiatalokért, a következő generáció sokkal nagyobb mértékben fogja követni Jézust, mint az eddigiek. És hogyha hittel imádkoztok, és hittel imádkozunk, és megtesszük, ami rajtunk áll, akkor egy érett gyümölcsként fogjuk bearatni a magyar fiatalságot Jézus Krisztusnak. Ezért imádkozunk most. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy szereted a magyar fiatalokat, és most fölemeljük a szavunkat a 16 és 22 év közötti fiatalokért, férfiakért és nőkért Magyarországon. És kérünk téged, drága Szentlélek, hogy inspirálj bennünket, hogy elmenjünk ezekhez a fiatalokhoz. Hogy legyünk készek a barátaikkal válni. Imádkozom, Uram, azokért a pedagógusokért, akik elérik ezeket a fiatalokat, hogy jó hatással legyenek a tudomány területén is, nevelésben is és erkölcsileg is. Uram, imádkozom azokért a népművelőkért, akik foglalkoznak ezzel a fiatal generációval az ifjúsági házakban. Imádkozom azokért, akik sportprogramokat vezetnek, és elérik ezeket a fiatalokat. Szent Szellem, kérünk téged, hogy kent föl azokat a felnőtteket, akik ezzel a generációval foglalkoznak, hogy megismerjenek téged. És könyörgöm, Uram, az itt jelenlevő fiatalokért, akik ugyanebben a korosztályban vannak, hogy támadjon föl bennük a hit, az élő hit, és az Istennek való engedelmesség, hogy elérjék és megérintsék a generációjukat. Jézus nevében. Amen. Hát jöjj, dalomban légy az én velem, szólj általam, és fogd a két kezem, mert tőled a szó, mi egy dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó, neked hála. És nyisd meg a szívünket mindazok iránt, akikhez küldesz minket. Az elesettekért, a kiszolgáltatott fiatalokért, a szétszakadt családokért, a téged keresőkért, a betegekért, minden szenvedő emberért nyisd meg a szívünket, és szabadíts fel minket a te szereteteddel, a te igazságoddal, töltsd be szentelteddel. Amen. Neked szól ez a dal, neked írom én, neked meg ma a húr, neked hála a hangomért, és tőled a szó, mi egy dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó. Miként Dávid, király, ajkam Zsoltár zeng feléd, neked hála a világon mindenért, igen, hallod imám, ha nyílik a szám, ha beng már a húr, ha szól a gitár. Kérünk, te tégy minket alkalmassá, hogy lehessünk fiatalos, lendületes, tanulj a te szeretetednek és továbbadói, hogy megmutassuk azt a szabadságot az utánunk jövő nemzedéknek is, amely a teljes szabadság, ami a te szolgálatodban rejlik. Így kérünk, add nekünk a fiatalos, dinamikus szent lelket, az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Neked hála, 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 hála.
én. Neked hála, hála, jelentse gyermek, és mondja a vén. Dicsérik mind az Úr nevét. Jézus, könyörgöm ezekért a százezrekért, akik családok nélkül, apa vagy anya nélkül nőttek fel, akik tele vannak csalódással, kiábrándultsággal, fájdalommal, és már nem hisznek semmiben, és teljesen cinikusak. Szólítsd meg őket, bizonyítsd be, hogy te szereted őket. Legyél te az édesapja, a földi apja helyett. Amen. Neked hála, hála, kicsérlek én. Neked hála, hála, dicsér a föld, és mind aki él. Dicsérik mind az Úr nevét. Hogyha visszaemlékszem arra a történetre, ami a kábítószerrel kapcsolatos, immáron Magyarországon elég hosszú évtizedek, akkor abban az egyházak felekezeti csoportoknak mindig nagy szerepük volt. Én magam is egy ilyen környezetből érkezem református lelkészként. És hát ott voltam az legelején, ott lehettem akkor, amikor elindult ez a munka. Elindulhattunk ezen a munkán. Mai napig is az egyházi csoportoknak egészen kiemelt szerepük van. Tehát az a meggyőződés, hogy a válaszd az életet gondolat, egy életminőség és életüzenet sokak számára, az egy olyan nagyon fontos üzenet, ami életet és erőt ad nagyon sokaknak, akiknek ebben nagyon nagy hiányuk. Röviget rohásként száll odal, égve szárnyaló madár, vészként elhagyta már, hozzád talál. Nem vagyok egyedül az úton, léptem vezető. Otthonom a bajban segítő. Testvérem arcán látom, Jézus fő barátom. Kegyelméből élek én, megnyugszom kezén. Röpke pohárként száll odal, ég te szárnyaló madár. Részként elhagyta már, hozzád talál. Amikor Jézus meghalt a kereszten, megszűnt az, hogy Jákob kútjánál, vagy itt, vagy ott tudja felajánlani az élő vizet. Azért halt meg, hogy az egész emberiségnek üdvösséget szerezzen. Jézus most elkiáltja az ő szomjúságát te utánad. Azt akarja, hogy ő hittel befogad. Megnyitod az ég csatornáit, ránk árasztod áldásait, kegyelemmel és irgalommal fordulsz felénk. Küldj ébredést, küldj lelkedet, öntözd meg a föld. Ha be akarod fogadni Jézust, mint megváltódat,
akkor most enged, hogy cselekedjen. Valdd meg, hogy el akarod fogadni őt, és ő cselekedni fog az életedben. Akik még nem adták át az életüket Jézusnak, vagy átadták már, de utána újból elveszítették őt. Ha azt gondolod, hogy neked szól, gyere, Jézus szomjazik, te rád szomjazik. Uram, a mennyben vagy fenn, minket úgy szeretsz, te a mi bűneinket eltörültetted. Te vagy az élő Isten mindenek felett, királyunk, várjuk, jöttödet. Uram, a mennyben vagy fenn, jó kegyes Isten, nevedet szenteltessék most is örökre. Téged imádunk, áldunk, jó nekünk veled, hisszük az óg a tenger partra elviszel. Amen. Hiszem, hogy nem emberi erőfeszítéseket végeznek azok, akik mindezért imádkoznak és munkálkodnak, hanem az Urat kívánják követni, aki azért imádkozott, hogy egyek legyünk, és hogy ezáltal ez a világ láthassa és megismerhesse, hogy ő hozzátartozunk, sőt őt magát is megismerhesse mind ebben. Nagy ajándék számomra, hogy itt olyan munkának lehetünk a tanúi, a lélek olyan munkájának, amelyekért nemzedékek imádkoztak, és amelyre nemzedékek vártak, nagy szent határ átlépések történnek, annélkül, hogy bárki is elveszítené azt a szent örökséget, amit ő kapott az Úrtól, vagy ahogyan ő kapta. Az igében való közösségünk jelenik meg, és ábrázolódik ki. Jézus, meglátod. Aki Jézus Krisztust az ő urának vallja. És ez volt az egyetlen kritérium. Aki Jézus szereti, az nekünk testvérünk. Amen. És nem húztunk mi határokat. A meghívóink mindenhova eljutottak. És így kerültünk ide. És itt egy református, egy evangélikus, egy szabadegyházas, egy kisegyházas, egy katolikus, ugyanolyan testvér. Megkülönböztetés nélkül, és így fogadjuk el egymást, és így kezdi az Úr ezt nekünk megtanítani.
szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön el minket, ott tesz nekünk, Urunk. Köszönjük azt is, hogy készülhetünk a Népstadionba, ahol már 1989-ben megtelt a stadion, ahol evangélium hangzott és emberek tértek meg. Áldott legyen neved. Kérjük, hogy segíts oda jutni, hogy oda eljöjjenek sokan, és élő ige hangozzék, és megtérjenek sokan. Hadd legyünk testvéri szívvel, and through our prayer and through our apostolate, az imánkon és az apostoli munkánkon keresztül. Unite the peoples of Europe. Egyesítsd Európa embereit. In peace and love. Békében és szeretetben. In your peace and in your love. A te békédben és a te szeretetedben. We consign you, Europe, Jesus Christ. Mi neked ajánljuk Európát, Jézus Krisztus. That it may be your property forever. Amen. Hogy a tiéd legyen mindörökké. Amen. Herzen der Nationen einander zuwendest in Europa. Azért imádkozunk, hogy Európa nemzeteinek szívét egymás felé fordítsd. Damit wir wie ein Mann dich preisen. Hogy egy emberként dicsőíthessünk téged. Pane, modlíme sa za Slovensko v tejto chvíli. Most imádkozunk Szlovákiáért. Pane, prosíme za ozajstné pokánie a uzdravenie nášho národa. Igazi megtérés és gyógyulást a nemzetért. Modlíme sa za prebudenie aj mladej generácie, aj celej generácie terajšej. Ifjak és egész generációért imádkozunk. Pane, Ty si Bohom na nebesiach aj na zemi. Te vagy Isten menjen és földön is. Vyznávame, že sme závislí na Tebe. Tőled függők vagyunk. A ďakujeme ale za to, že Ty vo svojej sláve sa ku nám skloníš. És köszönjük, hogy a Te dicsőségedben lehajtasz hozzánk. Az egyik előadó úgy fogalmazott, hogy nem csak szellemi éjség szükséges Magyarországon, hogy ébredés legyen, hanem igazi elszánás és odaszánás, az élet odaszánása. Hát igen, megtérés nélkül nincsen új élet. És az evangélium, ha élő, akkor akármelyik felekezetben megtérnek, azok Krisztus gyermekei lesznek. És az a lényeg, hogy Isten országának a határa az nem a felekezeti határokban van meghúzva, hanem ott, ahol megtértek és újjászülettek vannak. We're calling over Asia.
még a koncert. Noel Richards és Rabin Mark Nagy-Britanniából érkezett Írországból. Egy ilyen zene is lehet eszköz ebben, amit önök elterveztek néhány évvel ezelőtt? Én úgy gondolom, hogy igen. Isten egy kreatív Isten, aki nem szorul egy megrögzött formához, hanem mindenféle formát be tud tölteni nagyon csodálatos tartalommal. Miért csak a erkölcstelen vágyak és a gonosz indulatok felkeltésére lenne alkalmas a könnyű zene? Miért ne lehet alkalmas Isten dicsőítésre, Jézus neve magasztalására? Ez forma. A lényeg, hogy mi van a szívben, mit mond a lélek belülről, kivel kerül kapcsolatba a zene kapcsán is. Mindjárt nekik együtt voltunk június 22-én a kis stadionban, átélhettük azt az élményt, hogy valóban az élettel találkoztunk. Ez a nap nagyon sokak számára az élettel való találkozás napja volt, és sokakban megfogalmazódott egy vágy arra, hogy szeretnének közelebb lépni az élethez, az élet forrásához, aki maga Jézus Krisztus. Több drogos fiatal jelezte azt, hogy változtatni akar az életén, és segítséget kért azoktól a szakmai szervezetektől, alapítványoktól és civil szervezetektől, akik ezen a napon segítséget nyújtottak az ő számukra. 2003. június utolsó hétvégéjén, 27-én, 28-án és 29-én egy mai divatos szóval multikulturális rendezvényt szeretnénk rendezni. Körülbelül 8-10 helyszínen párhuzamosan működnének színpadok, sátrak, és a környező sportcsarnokok ki lesznek bérelve, és a legkülönbözőbb művészeti, kulturális és zenei produkciók fognak bemutatkozni. Körülbelül 30 ország részvételével számolunk, és 2003. június utolsó hétvégéje teljes biztonsággal merjük mondani, hogy egy rendkívül mozgalmas,
és élettel teli, Isten jelenlétét kisugárzó hétvége lesz itt Budapesten. Terveink szerint az elkövetkezendő években itt a mögöttem látható budapesti Népstadion meg fog telni rengeteg fiatallal, akik egyetlen egy névben, Jézus Krisztusban fognak összegyűlni. Ez a 2003-as júniusi esemény egy előkészítő állomása is ennek a hatalmas rendezvénynek. Szívedben éljen a megváltó.